Pápai Jóci megrendítő vallomása. Feleségével majdnem elvetették az első gyermeküket. Pápai Jócit és feleségét korán érte a gyermekáldás, a házaspár pedig eleinte nem is akarta megtartani a magzatot. Jósi barátnak mesélt a Live TV műsorában arról Pápai Jóci, hogy szerelmével azt tervezték, első gyermeküket nem tartják meg, hanem elvetetik a magzatot. Jóci és felesége ugyanis a 20-as éveik elején jártak, és nem voltak felkészülve egy gyermek érkezésére. A pár pedig a terhesség megszakítás összegét is kifizette, ám az utolsó pillanatban meggondolták magukat. Nagyon fiatalon házasodtunk össze, és az első gyermekünk az másfél év után született. Gyerekek voltunk, a feleségem 20 éves volt, én 22. Az összvagyonunk egy akkora szoba volt, hogy egy szekrény sor meg az ágyunk fért el benne. Nem éreztük azt, hogy biztonságot tudunk adni ennek a gyermeknek, és elterveztük, hogy nem tartjuk meg, vallotta be az énekes. Aztán az utolsó pillanatban végül rájöttek, hogy nem tudják megtenni ezt a lépést, 16 év távlatában pedig azt gondolják, hogy a legjobb döntést hozták meg. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.